Sziasztok, és üdvözlök mindenkit, én Ancsi vagyok, és ebben a videóban ismét nyomon követhetitek a Modern Stardew Valley végigjátszásomat a 11. naptól a 20-ig. Vagyis ez lett volna a terv, de a stream első fele teljesen használhatatlanná vált. Ezt a témát bővebben kifejtettem ebben a community postban, de megszavaztátok, hogy ettől függetlenül próbálják meg összetenni egy videót belőle. Ha szeretnétek ennél sokkal jobb élőadások részesei lenni, akkor kövessetek be Twitch-en, a profilom és minden más linkje is lent lesz a leírásban. Reménykedjünk benne, hogy ez egy egyszerű eset volt, és jó szórakozást a videóhoz. Ja igen, ott hagytuk abba, hogy literálisan az összes növényzetemet eladtam, ami kellett volna a Community Centerbe, már emlékszek is erre. Úgyhogy most ezt az összes 264 millió paszternakot újra meg kell locsolni. És igen, körülbelül eddig működött normálisan a stream, úgyhogy engedjétek meg nekem, hogy nagyjából összefoglaljam, hogy mi történt az első 5 napban. A 11. lapon lementem az erdőbe forage-ot keresni, és menet közben megtaláltam Robin baltáját. Azt vissza is adtam neki, illetve aznap volt Isabel születésnapja, úgyhogy a fenti erdőben neki is kerestem egy megfelelő ajándékot, és a nap végére sikeresen meg is ajándékoztam szülinapjára. Hazafelé pedig részesültem egy nem túl érdekes linuszkászínek. A 12. napon reggel learadtam a megérett pasztelnákokat, lementem megnézni a vándurálus aznapi ajánlatait, de semmi fontosat nem találtam, és ezután jöttem rá, hogy ma van Ezekiel születésnapja, felrohantam a wikire, és megtudtam, hogy valamilyen oknál fogva nagyon szereti a szardellát, úgyhogy a tengerpartra vettem az irányt. És viszonylag gyorsan sikerült kifogni egy szardellát. Ezután már csak felmentem horgászni a hegyítóhoz profitért, és nem sokára haza is indultam aludni. A 13. napon reggel kivágtam néhány fát, hogy rekraftolhassak egy ládát, illetve meglocsoltam a növényeket, ezek után pedig már csak lementem a tojásfesztiválra, ahol a tojásvadászatot sikeresen meg is nyertem. A 14. napon Haley és Maeve születésnapja volt. Haleynek szereztem az erdőből egy aranyminőségű narciszt, Maeve-nek pedig egy korallt a tengerpartról, mivel ez egy univerzálisan kedvelt tárgy. Ezután volt részem két kászimen, az egyik Alissával, a másik pedig Yumával. Ezek után pedig már csak aludni mentem. A 15. nap első felében pedig lementem a bányákba és leküzdöttem magam a 39-es szintig. Literálisan megváltozott a stream kulcs. Magától, vagy nem tudom, most újra beraktam a stream kulcsot, és most működik. Plusz kikresselt kétszer az OBS. Jól működik itt most jelenleg minden. Kifejezetten jól. És megy a stream egyáltalán? Elméletileg megy, de én már nem bízok benne. Na, itt vagyunk? Itt vagyunk, jó. Ez nagyon jó volt. Remélem, kb. 2 órája nem működött. Azok nagyon nevetnék. Jó, 40-es szint. Nagyon menő. Jó, most meg már le akar vitetni a legalsó szintre. Ez nem fog megtörténni. Egyébként az eprek után lehet, hogy fogom tudni majd fejleszteni a cselekenyemet, nem tudom. Jó, még egy szintet kéne kibírni. Vagyis pontosabban lemenni, és akkor lenne checkpoint. Most gyakorlatilag csarokba szorítottam saját magamat. Nagyon jó, csak így tovább. Na, fog. Na, ez egy kis jó volt. Hány szintet mentünk le? 45, akkor 15 szintet mentünk le. Az elég menő. Egy nap alatt alappigexel, meg főleg. Ugye ma van Trininek, vagy kinek a szülinapja, az nem jó. 5 nap és leszeprünk. Mind valamit lehet adományozni Community Centerbe. Kagyló, osztriga, paszternák, karfiol, mert van, és akkor ennyi. Akkor ezt gyors berakom a Community Centerbe. Kéne szerezni pitchpangot. Ott egy pitchpang. Megnézem az erdőben, hogy van egy cseresznye, ha van, akkor azt adom neki, hogyha nincs, akkor a pitchpangot. Ah, itt van. Valamelyik nem akar arany minőségű lenni. Jó, ha, nagyon jó. Meg kéne hagyni amúgy ezeket a gyűjtögető cuccokat, mert csomó ember van, aki szereti ezeket. Jó, lepakolok, hát ha fogok még tanálni cuccokat, és akkor odaadom az ajándékot. Itt van a hókuszpók. Pont nem látjátok, pedig nagyon szép. Hókuszpók, tessék. 3 szív instant, nagyon jó. Az a zöld hal kéne. 7-ig lehet kifogni elméletileg. Ez egy bot. Holnap esni fog, úgyhogy az angol net megpróbálhatnánk kiszedni. Szülinapja lesz valamikor valakinek? Filip meg Pamnek is. Ez is soda, és nem tudom, hogy nekik mit kéne szerezni. Filip nagyon kedves embernek tűnt, úgyhogy kéne neki csinálni valamit, de amúgy most angol net kell fognom, úgyhogy inkább nem. Ne, ugrálj, kérlek. Ne, hagyd abba. Ne menj gyorsan, mert... Jézusom, ez rohadt nehéz. Egyébként annyira nem, csak még második szinten vagyok, és rohadt kicsi a zöld szar. Na, nyugodj már le, kérlek, ne. Ez rohadt nehéz, Jézus Krisztus, és én angolnát akarok kifogni, ami még nehezebb? Jézusom, elnéztem egy pillanatra, és teljesen elrontottam mindent. Ne már! Mert 64-jére jövök fel pirosból. Hát ez így csodás lesz. Ez az, ami nekem kell. Na, ez gyakorlatilag az. Mindjárt kiderül, hogy ez a harcsa.
ha sikerül kifogni, amúgy ez nem valószínű, hogy sikerülni fog. Nem kell harcsa valamire amúgy? Vagy csak szenvedek vele, mert vicces. Azt hittem, hogy le fog ugrani, de nem. Meg lesz, meg lesz, meg lesz, meg lesz. Mondom, meg lesz. Megvan, harcsa. Igen, milyen intelligens vagyok. És kell a folyami halakhoz. Akkor nem baj, hogy kifogtam. Ettől csak a tokhal nehezebb egyébként, és azt is ki kell majd fogni. Szia Sebastian, jöttem olyan hosszú halat fogni. Ez literálisan a hosszú hal, ami megráz, mert áramos. Nem, ez mondjuk az nehezebb ettől sokkal, szerintem. Sokkal nehezebbre emlékeztem. Mitől lesz arany kvaliti egy fish? Jézusom, mi volt ez a mondat? Hogy lesz arany minőségű egy hal? Amúgy én magyarul szoktam néha beszélni. Jézusom, hova ugrálsz már? Ez is harcsa? Azt hiszem, hogy ez valami könnyű hal, és itt közben meg egy cívrohamot kell kapnom. Jó, akkor rohadj meg. Na, de nekem mi ez? Vándoralóza kell, és abból is arany. Aranyszínű vándoralózát szeretnék. Ez nem is vándoralóza, és nem is arany. Jézusom, harcsa. Keszeg, ez is kell, nem? Nem, nekem arany vándoralóza kell, nem keszeg. Éjszaka minden nap van, de eső nem. Ez egy keszeg. Arany keszeg, nem arany keszeget kértem, hanem szar alózát. Mi ez az alóza? Nem is létezik ilyen szó. Ma is esik. Erről miért nem szólt nekem senki? Akkor ma is lehet horgászni. Akkor először felviszek mindent a Community Centerbe, adok ajándékot Pamnek, és továbbra is horgászunk a vándor alózáért. Még Pamnek egyébként lehozhatom volna az aranypaszternákat is. Van rá időnk, akkor menjünk vissza. Egy jó Pam mindent megérdemel, meg akkor hozunk narcisztis Georgenek. Végre! Köszönöm! Ah, nagyon szeretlek! Ne, utállak egyébként, nehogy elhidd. De végre! Ja Istenem! Tényleg szükség volt a 18 kis szájú sügérre ezelőtt? És akkor még szerintem majd nagy szájú sügért fogni. Mert most ahhoz van kedvem. Kifejezetten kedvem van egy jó kis nagy szájú sügér kifogásához. Mikor van a az, amikor lehet a Stardew Valley Fair. Az nyáron van? Mert én eddig abban a hitben voltam, hogy ez tavasszal van, de úgy látszik, hogy nem. Arany? Ah, jó, kapta! Na, lehetett volna így is azt a szar, rohadt vándorhalózát is. Nagyon mérges vagyok a vándorhalózára. Azt hittem, hogy itt is itt kellene menni egész napot, de úgy látszik, hogy nem. Jó. Most hirtelen boldog lettem. Annyira boldog, hogy menjünk a Georgemarba, mert ott még nem voltam. Nem tudom, hogy ez most hogy jutott eszembe, de most Georgemarba akarok menni. Akkor most Robin. Négyezer gold, Jézusom, nincs is annyim. 300 fa és 100 kő. Jó, szerzek 300 fát meg 100 követ. Márni dolgozik, micsoda? Ilyet még soha életemben nem tapasztaltam. Megvan a kettő szívsénnel. Alisszával miért van ennyi szívem amúgy? Mindjárt 4 szív. Végül még Alisszával fogok összeházasodni. Mi amúgy tök jól állunk szívekkel. Jó, akkor ma mit kell csinálni? Meg körülnézek itt az erdőbe, hát ha van valami. Ott van új hagyma, ott van kettő új hagyma, ott van egy pitypang, itt van kettő torma, meg amúgy ki van nyitva a hetmouse is, úgyhogy azt is meg lehetne majd nézni. Üdvözletem, sapka, egér, nem tudom, viharka, Jézus, ezer új, honnan lenne az ezer goldom? Nem tudom, szerintem eléggé vissza vagyunk maradva pénz szempontból. Ismét ebből a csodálatos látványból ítélve mától, azaz a következő streamtől kezdve
viszonylag sokkal pörgősebben fog jönni a pénzünk, illetve az egész stream is sokkal pörgősebb lesz. De köszönöm mindenkinek, aki ma itt volt, vagy csak benézett, vagy írt valamit a chatre, vagy akármi. Ha valaki szeretné értesítést kapni további nagyon jó, tökéletes, minőségi, rendszeres, jó hangulatú streamekről, akkor nyugodtan bekövethet Twitch-en is. Tényleg nagyon sokat jelentene, úgyhogy ha valaki ennek hatására bekövet, akkor nagyon szépen köszönöm. Viszont már ez a stream ez ennyi volt. Még egyszer köszönöm mindenkinek, aki itt volt, és sziasztok!